Hűvösvölgyi Ildikó főszereplésével az Osztrigás Mici című zenés darabban nyílt meg a színházi évad Sárospatakon. Azóta láthatta már a közönség a második bérletes előadást is, amely Márai Sándor nagy sikerű regényéből készült darab volt, a Gyertyák csonkig égnek címmel. Arról, hogy milyen egyéb darabokkal és programokkal várják a vendégeket, az igazgatónővel, Csatlósné Komáromi Katalinnal beszélgetünk. Szeretettel köszöntelek a stúdióban. Két nagyon szép bérletes előadáson vagytok túl. Mit terveztek még a színházi évadban a közönségnek? Szervusz, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Így igaz, a Művelődés Háza és Könyvtára most már átlépte a 10-es számot is a színházi bérletes előadás sorozatok történetében, és ebből az új évadból is két előadásunk sikeresen lezajlott. Január, február és március hónapban látjuk még vendégül a színház kedvelő közönséget. Azt mondhatom, hogy a tegnapi márai darabhoz képest már egy kicsit könnyedebb műfaj következik. Esztergályos Cecília Koncz Gábor főszereplésével a Botrány az operában című darabot. Aztán bemutatjuk a szezon végén az Egri Gárdonyi Géza színháznak azt a játékát, amely két évvel ezelőtt a Vidor Fesztivál nagy díjasa lett, és az életnek azon oldalát mutatja be, ami úgy gondolom, hogy egy érdekes területem a minden embernek, ez pedig a telefonálási szokásaink, amelyek jelentősen megváltoztak az elmúlt években a mobiltelefon és egyéb eszközök használata kapcsán. És ezen kívül lesz még egy darabunk, a Társasjáték New Yorkban, amelyhez pedig reményeink szerint februárban majd a színházi évad záró, illetve a vendégeket köszöntő parti csatlakozik. Ha jól tudom, tavaly alapítottatok egy díjat. Hát mi van ezzel a díjjal? Kinek ítélte oda a közönség? Így igaz, az elmúlt évben az intézményünk arra a döntésre jutott, hogy a rendkívül sikeres, bár rövid korszakot Sárospatakon töltő színészre, Pécsi Sándorra emlékezve, aki sárospataki diák volt, egy díjat alapítottunk, és a közönség szavazatai alapján az évad során legjobb alakítást nyújtó színésznőnek és színművésznek szeretnénk ezt átadni. A díjat, amely rendkívül impozáns, Borsi Antal tanár úr készítette el, és az elmúlt évadban bemutatott darabok alapján Mór Marianna és Koncz Gábor színművészek kapják. Az a szándékunk, amennyiben a díjazottakkal sikerül időpontot egyeztetni, hogy ennek a díjnak az átadása nem kötődik önálló színdarabhoz, hanem egy nagyobb volumenű a színházat és a színpadi játékot népszerűsítő ünnepséghez kapcsoljuk majd. Ha valaki megnézi a havi programjaitokat, mindig azt láthatja, hogy nagyon színes, nagyon szép, minden korosztályt, minden igényt kielégítő műhelyekkel, kiállításokkal, előadásokkal várjátok az embereket. Na hát mi lesz decemberben? Ugye tudjuk, hogy közeledik a karácsony, ilyenkor még nagyobb igény van arra, hogy minél színesebb kulturális programokat adjatok a közönség számára. Ahogyan elmondtad, ezt a törekvést szeretnénk decemberben is megtartani. Természetesen komoly feladat és kihívás számunkra, hogy most már több mint 10 karácsonyi rendezvénynek kell, hogy otthon, és hát minden nemű technikai és rendezvényszervezési segítséget megadjunk. Ezen kívül fontos esemény, hogy a 4 adventi vasárnapon a Művelődés Háza előtti téren gyulladnak majd meg az adventi gyertyák szép sorban, tehát az ezeket körbeölelő ünnepségek kiszolgálásában is részt veszünk. Ami azért az ünnepkörtől eltérő, és én úgy gondolom fontos esemény, december 1-én nyitjuk Ruzics Csilla kiállítását. Ő festő, grafikus, és a sárospataki kötődése a kerámia manufaktúrán keresztül kapcsolható most elsősorban a városhoz. December 15-én tartjuk az intézményünk csoportjainak már hagyományos kis karácsonyi ünnepségét, és ennek kapcsán szeretném elmondani, hogy nagyon eredményes évet zárnak ezek a közösségek, hiszen ha csak az elmúlt 5-6 hétnek a termését veszem alapul, akkor is örömmel mondhatom, hogy a Művelődés Háza Kamarakórusa önálló CD-t készített, a Bodrog Néptánc Együttes megvédte nagyon szép kritikai észrevételek mellett a Jól minősült címét Budapesten, a díszítőművészeti kör tagjai a Néprajzi Múzeumban az élő népművészet kiállításon vesznek részt a tárgyaikkal. Tehát én azt gondolom, hogy
eredményes ez a fajta munka is, és hát természetesen a hagyományos programjaink, a magyar tájak, a zenei bérletes előadás sem marad el decemberben sem. Nagyon szép és rangos díjat kaptál a közelmúltban, a Bessenyei György díjat. Mit jelent számodra ez a díj, mi ez a díj, és kik kaphatják meg? A Bessenyei György díjat október 23-a alkalmából kaptam. Ez a szakma egyik legrangosabb, sőt mondhatom, hogy a legrangosabb elismerése. Azok a népművelők kaphatják ezt meg, akiket a kollégák, munkatársak, munkáltatók érdemesnek ítélnek arra, hogy hosszú időn át tartó, kimagasló közművelődési tevékenységüket mások elé is felterjesszék. Nagyon köszönöm mindazoknak, akik a díj terjesztése kapcsán rám gondoltak, a szakmabeli civil szervezeteket, akik patronáltak ebben, és hát természetesen köszönöm azoknak a munkatársaknak, akik azért a hosszú időn át tartó munkában a társaim és partnereim voltak. Nagyon megható és szép ünnepség keretében vehettem át ezt a díjat, és őszintén mondom, hogy az a több mint két évtized, amit a pályán töltöttem, szinte percről percre, eseményről eseményre meg elevenedett előttem, hiszen hosszú ideig dolgoztam egy személyes intézményben, a Bodrogkeresztúri Faluházban, ami azt gondolom, hogy rendkívül jó iskola volt számomra, és hát mindeközben az egyetem és egyéb tudások megszerzése hát adta a lehetőséget, hogy aztán ezt a munkát Sárospatakon is folytassam. Azt is megszokhattuk, hogy nálatok is mindig zajlik az élet az intézményben, rengeteget pályáztok azért, hogy meg tudjátok valósítani a különböző terveiteket, programjaitokat. Most milyen pályázatok futnak éppen? Szabad-e erről már valamit nekünk tudni? Igen, hiszen az Emplén televíziót is rendszeresen használjuk köszönettel annak népszerűsítésére, hogy a pályázati eredményeinkről hírt adjunk. Azt hiszem, hogy ebben az évben mindenképpen kiemelkedik az Európai Uniós források lehívására benyújtott pályázatainknak a megvalósítása, amelyből kettő könyvtári vonalon zajlik, kettő pedig a közművelődés területén. Egy pályázat az, ami december 31-én véget ér, ez a könyvtár eszközfejlesztése, amely azt hiszem, hogy igazán 21. századi szolgáltató helyé emelte most már ezt az intézmény egységünket, bekapcsolva a megye többi könyvtárának a dokumentumállományát is. A közművelődés területén pedig nem csak Sárospatakon, hanem országszerte egy olyan új lehetőség nyílt az intézmények előtt, hogy a felnőtt képzéshez és az iskolán kívüli képzésekhez és szabadidő hasznos eltöltéséhez csatlakozó a mi sajátos rendszerünkkel. Ezek a tanfolyamok úgy érzem, hogy nagy sikerrel és nagy társadalmi visszhang mellett zajlanak. Reményeink szerint ezeket a pályázatokat a jövő évben, illetve 2012-ben sikerrel tudjuk majd zárni. Nagy tapasztalat, nem csak a pályázat elkészítése, hanem ennek lebonyolítása, koordinálása egészen másfajta együttműködést igényel a mi részünkről is, mint a Nemzeti Kulturális Alap pályázatai. És hát nem titok, hogy nagy várakozással tekintünk az új Nemzeti Erőforrás Minisztériumának a pályázati kihívásai elé, ami nagyon remélem, hogy több területen érinti majd a közművelődést is. Most vasárnap egy nagyon szép hagyományt fogtok tovább folytatni, hiszen kezdődik a művelődés háza előtt a adventi gyertyagyújtás, amit ugye, ha jól tudom, tavaly vagy tavaly előtt kezdtetek? Tavaly. Tavaly. Milyen meglepetéssel készültök esetleg ezzel a vasárnapi rendezvénnyel kapcsolatban? Mindenképpen szeretnénk, hogyha olyan szép és megható programja lenne ez a városlakóknak, mint ahogyan ezt tavaly elindult. A kommunális szervezet jóvoltából tulajdonképpen már 80%-ig készen van a adventi koszorú, aminek egy picit más lett a formája, és a térben egy kicsit más a helye is. Ehhez kapcsolódnak azok a műsorszámok, amelyeket a város intézményei, illetve egyházi szervezetei az ünnepséghez hozzá tesznek, mi pedig azt a díszített teret kínáljuk továbbra is a Betlehemessel, amit a művelődésháza körei az elmúlt évben elkészítettek, és tulajdonképpen az egész alsó folyosót uralja,
ez az ünnepi hangulat. Ennek a díszítése és hát a vasárnapi megnyitóra való előkészítése zajlik éppen ezekben a napokban. Én nagyon remélem, hogy úgy a sárospatakiak, mint az adventi időszakban Sárospatakra látogató turistáknak ez egy szép élmény lesz, és minden négy vasárnapon sokan együtt leszünk a városból. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és megosztottad velünk a gondolataidat. Gratulálok a díjhoz, és nagyon sok erőt és egészséget kívánok a további munkádhoz. És hát boldog karácsonyt a Sárospataki Művelődésháza valamennyi dolgozójának általad. Szépen köszönöm valamennyi jó kívánságot, és én hasonlóképpen ezt kívánom az Emplén Televízió nézőinek, és mindenkinek, aki a kultúra és közművelődés iránt fogékony ezekben a nehéz években. Köszönjük szépen.